Tudósok szerint az elmúlt 20 évben egyre nagyobb számban pusztultak a méhek világszerte. A Greenpeace kutatói szerint, ha a méhek kipusztulnak, rá 4 évre az emberiség is követi őket. Ráadásul hazánkban tavaly nyáron robbant a hír, hogy növényvédelmi tevékenységek következtében tömegesen pusztulnak a méhek. Vegyes a méhek állapota. Nagyon sok embernek ugye a destruktor okozott mérgezést, illetve a fipromil, a destruktorba került fipromil, úgyhogy nagyon sok méhésznek ezáltal kipusztultak a méhei. Van, akinek 5-6 család méhe maradt a 100-120 méh családból. Ezt az állományt visszafejleszteni a szakember szerint 5-6 év egy méhésznek. Ráadásul a zöld területek csökkenésével egyre nehezebben jutnak táplálékhoz a méhek természetes úton. A legfontosabb ásványi anyagokat, vitaminokat főként virágporból nyerik. Elsőként a gyümölcsvirágzás, majd a repce biztosít ennek táptalajt. Utóbbi nem kapott elegendő esőt az elmúlt hetekben, kevés lett a tőszám, sok helyen ki is kellett tárcsázni ezeket. A szakember szerint megyénkben nem rossz a helyzet, de sok múlik még a következő napok időjárásán. Többek között ezen problémák megoldásán segítenek a különböző konferenciák. Szoktunk előadókat is meghívni, innen Nyíregyházáról is meg szoktuk hívni Hegyi Józsefet, aki apiterapeuta, és a mélypempő, illetve virágpor, propolis ilyen mély termékeknek a hatékonyságát ő szokta tájékoztatni a méhészeket is, illetve az állampolgárokat. Máté Szalkán minden évben méhek napi ünnepséget tartanak, ahol az alsós gyerekeket rajzpályázat segítségével nevelik környezetvédelemre.